A Zsolnai Fényfesztivál idei attrakciója a Zsolnai Lájktárt Video Mapping verseny volt. 5 világhírű fényművész mutatta be az idén 50 éves bűvös kocka témája köré készített háromdimenziós mappingét a Székesegyház homlokzatán. Ennek során a monumentális homlokzat kelt életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós mozgó fényalkotásai által. A Zsolnai Lájktárt szakmai partnere és házigazdája a fesztivál kezdete óta a 25 éves múltra visszatekintő magyar vizuális művészcsoport a Kiégő Izzók. Zádor Tamás médiaművész szakmai partner az idei változásról beszélt. Az eddig megszokott versenytől eltérő, ez nem egy nyílt pályázaton kiválasztott 5 alkotóból álló válogatás, hanem ezeket a versenyzőket, vagy alkotókat felkértük előre. Tehát a szakmai stáb, aki amúgy az előválogatást végzi, úgy döntött, hogy idén nem hirdetünk pályázatot, hanem megkerestünk 5 versenyzőt, hogy részt vennének ezen az eseményen. Tehát ez már önmagában egy nagyon nagy változás, mert együtt tudtunk velük működni, és tudtunk velük kommunikálni az elejétől fogva. Nem egy zsákba macska, ami júniusban derül ki, hogy ki az az 5 alkotó, aki bejut végül is a vetítésre. Professzionális alkotókról van szó, ezért technikai problémák nem álltak fenn. A művészek az Egyesült Királyságból, Ekvádorból, Németországból, Spanyolországból érkeztek, valamint egy magyar alkotás is szerepelt. Ezek közül a közönség választhatta ki a kedvencét egy online szavazás keretében. Hát a díjazás is változott, mivel meghívásos a verseny, ezért úgy döntöttünk, hogy nincsen zsűri, mert a verseny, mint forma a művészet esetében azért egy elég kétséges dolog mindig, ez inkább a lóversenynél működik a versenykifejezés, de ugyanakkor megtartottuk a közönség díjat, tehát a közönség elmondhatja a véleményét, és fontos változás, hogy idén csak ők mondanak véleményt. A díj az előző évekből kialakult díj, hogy visszahívjuk a következő fesztiválra az illető alkotót, vagy egy mappingre, vagy valami más alkotásra, attól függ, hogy ki kapja a díjat. Azt gondoljuk, hogy ez a legértékesebb, amit kaphat egy alkotó. Végül vasárnap estére eldőlt, kinyerte az idei mapping versenyt. A közönség szavazatok alapján a győztes, a német Jonas Denzel Chromatic Fusion című alkotása lett.